Sziasztok! Ebben az angol leckében megnézzünk pár gyümölcsnek a nevét. Páran mondják kommentekben, hogy csináljak kicsit nehezebb leckéket, de ha nem tudod a szavakat, hogy mit jelent, akkor hogy fogsz beszélni? Hogy fogsz csinálni mondatokat, összetenni mondatokat, ha nem tudod, hogy hívják valamit? Szóval, szerintem nagyon fontos megtanulni szavakat a nyelvbe, mielőtt tudsz beszélni. Viszont csinálok még olyan angol leckék részeket, hogy ahol egy egész bevezető mondatot átnézzünk, és minden szót átmegyünk, amiben tudsz meglátni, hogy kell a mondatokat összetenni. De ebben a videóban megnézzük a gyümölcsök. Fruits! My roots! Amikor mondom angolul, te mondd utánom. Avocado. Avocado. Szóval kicsit olyan, ugyanúgy írják, mi magyarul ugyanúgy mondják, csak egy kicsit az orba. Avocado. 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 Kokusz. Coconut. Coconut. Dinnye, görög dinnye. Watermelon. Watermelon. Sárga barack, a kicsi. Apricot. Apricot. Ami nekem a kedvenc lekvárom. Apricot. Narancs. Orange. Orange. Banán. Banana. Banana. Cseresznye. Cherry. Cherry. Citrom. Lemon. Lemon. Ananas. Pineapple. Pineapple. Eper. Strawberry. Strawberry. Kiwi. 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 Már tudsz egy angol szót? Szőlő. Grape. Vagy grapes, ezt a végén, ha több szőlő, de szőlő, grape. Grapes. És végül alma. Apple. Apple. Ennyi volt erre a pár gyümölcsről. Tudom, hogy ez nem minden gyümölcs, ami ott van kint, amit található, de ez volt a átlagos gyümölcsök. Szerintem a peach nincs itt, a barack. Barack, peach. Oké. Ennyi volt ebben a videóban, ha tetszett, tudod ott lenni, kell csinálni.